Az elmúlt 10 évben a vízgazdálkodási fejlesztések középpontjába került a Beregi térség, közölte a Feti Vízig műszaki igazgató helyettese Tarpán. Ez több beruházás is bizonyítja, ilyen például a 2010-ben elkezdett árvízvédelmi töltésfejlesztés Gergely-Jugornya és Lónya között. A 2015-ben átadott Beregi árapasztó tározó, amelynek 58 millió köbméteres tároló kapacitása van. Elindult most ennek a tározós projektnek a végső befejezéseként, hiszen a tájgazdálkodásnak a legelső elemeit még az árapasztási projekt tartalmazta, tehát ennek a befejezéseként a tájgazdálkodási projekt. Alapvetően a tájgazdálkodás azt a célt szolgálja, hogy a táji értékeknek a megőrzése valósuljon meg, és itt főképpen a vízre alapozott tájgazdálkodás fog megvalósulni. Ezeknek a vízi infrastruktúrája, azoknak a feltételei épülnek ki ezen projektnek a keretében. A cél a megfelelő belvízelvezetés. A projekt kialakításánál az árhullámmentes, aszályosabb időszakokra is gondoltak. Ennek érdekében két szivattyúzási helyet is kiépítenek. Egyet Tivadarban, egyet pedig Tarpán, tette hozzá Kató Sándor. A következő időszakban több mint 56 kilométer hosszú csatornarendszert újítanak fel, de rekonstruálnak 73 műtárgyat, és 3 vízpótló csatornát is építenek a megyében. Ezek célja a Beregben keletkező belvizek visszatartása, a megfelelő vízpótlás és a talajvíz szintek emelése. A Bereg teljes területét érinti majd a beruházás, Lónyától Tarpáig korszerűsödik a hálózat. Ennek köszönhetően létrejön az optimális területhasználat, a megfelelő vízkormányozás, de a természetvédelmi értékekre is figyelnek a Feti vízik fejlesztésénél, illetve turisztikai és rekreációs célokat is szolgál. Végül is fontos volt ez régebben is, de egyre inkább előtérbe kerül a megfelelő vízhasználás, vízfelhasználás, annak érdekében is, hogy a meglévő talajvízszintek nagyon lecsökkentek, és ennek a pótlását is szolgálja ez a beruházás. A mostani beruházás a környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében összesen 1,2 milliárd forintos Európai Uniós és hazai forrásból valósul meg. A projekt nyitó rendezvényén a megyei közgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, vissza a természethez jelszóval jellemezhető a most indult projekt, ugyanis ez nem csak a vízügynek fontos. Ezek kiemelten fontos fejlesztések, és hogyha mondhatom úgy, akkor a legfontosabb az pedig a szemléletformálás is, amelyet megvalósítanak, hiszen itt ezekkel a fejlesztésekkel azért egy kicsit másképpen kell gondolkodni majd itt a mezőgazdasági termelésről, főleg itt a Beregi vidéken, a Szatmár-Beregi vidéken, mert azért ez régen egy lápos, mocsaras vidék volt, amelyre főleg az állattenyésztés volt jellemző, illetve az állattenyésztéshez kapcsolódó mezőgazdasági növények termelése. A beruházás kivitelezése már elkezdődött, várhatóan 2018. szeptemberében befejeződik a munka.